Már is. Igen. Áru Gábor lesz az első. Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm a jelenlévő képviselőket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Az Országgyűlés nyári rendkívül ülésszakának 6. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Földessy Gyula és Nyakó István jegyzők lesznek segítségemre. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirendelőti felszólalása jelentkezett Vágó Gábor képviselő az LMP képviselőcsoportjából. Új nemzedék, új fejetlenség címmel. Megadom a szót, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, napirendelőttim címe új nemzedék, régi fejetlenség. Bár az ifjúság ugye eddig minden kormánynak kiemelt fontosságú volt, vagy legalábbis ezt mondta, politikai felelősökből a legfelső szinten hiányzott eddig a hozzáértés. Vagy a féle parkolópályán voltak inkább, míg megszerzik a diplomájukat, vagy ugródeszkának használták a pozíciójukat a miniszterelnöki székbe. Most viszont egy fura helyzet alakult ki, túl kínálat van a kormányban az ifjúságügyhöz értő szakpolitikusokban. Egyszerre tartozik a szektor Nemzeti Erőforrás Minisztérium főosztályához, és közben a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium is miniszteri biztos rendelt a területhez. A népnyelv szerint sok bába közt elvész a gyermek. És valóban itt sem tudni, ki vezeti a szektort. Kétfejűség, vagy éppen fejetlenség látszik. Ki az igazi felelőse a területnek? A NEFMI főosztálya, vagy a KIM miniszteri biztosa? Mindkét részfelelőstől felvilágosítást várunk. Egy évvel a kormányzás megkezdése után új nemzedék címmel már két vitairatot is készített Navracsis Tibor által megbízott ifjúsági miniszteri biztos. Az LMP értetlenül áll a vitairatok előtt. Nem értjük, hogy mi célt szolgálnak, hiszen vitairatot stratégia alkotás előtt szokás írni, viszont a kormánypárt 2009-ben már megszavazta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát, ami alapján már cselekvési tervet lehetett volna készíteni, a kormány által kiemelni kíván területekre fókuszálva, ehhez nem kell újra nyitni a stratégiai vitát. Úgy kell értenünk tehát ezt a vitairatot, hogy a kormány már is átértékeli álláspontját, sútba dobja a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát, és nekivág egy új stratégia készítésnek, szokása szerint a szakma bevonása, vagy bármiféle egyeztetés nélkül. Vagy nekünk, vagy csak időhúzásról van szó, mert forrásokra továbbra sem számított a szektor, ezért kell lufihámozással eltölteni a kormányzati ciklust. Mi nem tudunk másra gondolni, csak hogy vagy szándékos időhúzás zajlik, vagy minél később kelljen pénzt költeni. Vagy, ami még rosszabb, valóban mindenféle koncepció nélkül kezdték el a szektor politikai felelősei munkát. Az csak habatortán, hogy már a második vitairatot látjuk, az első hírek szerint olyan alacsony szakmai tartalommal bírt, hogy nem kerülhetett a nyilvánosság elé. A miniszteri biztos úr előre borítékolható válaszát,
Érzik, hogy nem is fel, hát neki nem, ami azt csak dolgozik, már van, és tényleg mondom, hogy ura, aki most az így nem az veszó kény, a nem akár az utolsó, és várj, bár a már milyen ura, kúcs, vagy az is erő, te kikerül, te vető, csak a rém, kicsit, végzár, vető, ha is, és ennyit, vagy majd újra elfog, én bet, nem azt tudom, hogy fikál, így kerül a víz, és hogy így menni a kerül, és így tesszük, csíksú, fogunk ezt tűnni, valami, tisztok közelét, és ezt úr nem szóra most a tudóst megköszönni. Do ale už všechno lapal, jen po kilen, když obat máme varní, je štít form, co kdy tím zase jsme si vyvěkli, co ty asi leše. Ne, už jsem. Ez nem pír, mi a lesz, mert a vip, a nőkot, a tiek, vagy a kagyozó, éven, és akkor tudnak lehet, hogy már
képei, és tomlálmeri inszlóip, és néha fogászhetnőke, a fogékmai magadzáját állt, akikhoz kegy az ezer megzárvája vezet, a senszeg szágyvázítomon elhozott hangtói átálkók alól elhazonat, és az emberbék a tekhoz, pas megjelenet a abló szép vagyő cserelékből lehető ezerhez kérítése, ed, vagy legyobb ez az állgalom kövhetnye, de isz kopog az ufábrox, mint legyobb már forrábhoz, újra hisz benne az úgyben, az úgyben, az úgyben, az